Már a délelőtti órákban is sokan látogattak ki az eseményre, így tett Dobosi Kata is gyermekével együtt. Nagyon fontosnak tartom ezt az eseményt, mert sok mindent meg tudok vásárolni, ruhákat, játékokat, nagyon jó áron. És mi az, amit már sikerült esetleg megvásárolni? Vásároltam könyvet, játékokat, kis ruhát. Harmad Tíme a második alkalommal érkezett a rendezvényre kiállítóként. Azért is jó, mert ugye a kisgyerekek mellett nagyon... Tehát nincs nagyon idejük nekik, és itt egy helyen megtalálható minden, akár a gyertyáktól kezdve, a kézműveseken keresztül, mindenféle saját vagy használt termékek itt is, vagy már nem hordott dolgokat, akkor itt együtt mindent megtalálnak, illetve praktikákat is tudnak egymás között tehát cserélni, vagy hogy mondjam, problémákat megosztani egymás között, amire ugye valaki tud megoldást, és akkor megosztani a másikkal. A Család Expo egyik célja, hogy a szülők olcsóbban hozzájuthassanak a gyerekek számára szükséges holmikhoz. Az eseményt a Zentai Baba Mama Klub szervezi. Harmadik alkalommal kerül megrendezésre a program, ami eddig a Baba Expo nevet viselte. Ugyanis elsődleges célcsoporta a kismamák és a kisbabák voltak, de a látogatók összetétele és a kínálat annyira kibővült, hogy úgy gondoltam, hogy a Család Expo elnevezés jobban leírja az eseményt. Úgyhogy a névben történt változás és a tartalom is színesedett. A rendezvény célja az, hogy egy helyen és egy időben megtalálhatók legyenek a család témakörhöz kapcsolódó termékek, szolgáltatások. A szervezők a nagy érdeklődésre való tekintettel a jövőben igyekeznek minél többször megszervezni a vásárt.